Ray Cooney darabjának adaptációja egy pillanatra sem hagyta lankadni a nézők figyelmét. A történet szerint a több éve nyugodt házasságban élő Philipnek felbojdul az élete, amikor egy szerelmes levelet talál a nappaliában. Gyanakvását tovább növeli, hogy barátja Henry a felesége utáni kémkedésre buzdítja. A helyzetet bonyolítja az is, hogy Philip karrierje legnagyobb lehetősége előtt áll, ám lakását mindenki találkahelyként akarja használni ezen az estén. A művészek közös választásának eredménye volt a darab színpadra vitele. Ők már az első olvasáskor is sokat nevettek, így bíztak benne, hogy a közönség is szeretni fogja majd a kalandos történetet. Csodálatos, hát a kollégák azok hát fantasztikusak, hát nyilván ismerjük a szereposztást. Élvezi mindenki, mindenki szereti, mindenkire illik. Az nagyon fontos egy darabban, hogy mindenkire illik a karaktere, és ettől vagyunk színesek, hogy mindenki másmilyen. És hát persze rengeteg játék lehetőség van. A darab egyik főszereplőjét, Henryt, Gesztesi Károly alakítja. Egy nagyon helyes, kedves, szeretnivaló könyvkiadót, aki minden nap más nővel csalja meg a feleségét, de ezt nagyon helyesen, kedvesen csinálja, és úgy csinál, mintha erről a felesége nem tudna, bár természetesen tudja. Tehát egy nagyon humoros, jófej figura, és igazából a társával nagyon jól kiegészítik egymást, aki jelen esetben a Hujber Feri nekem. A szabadtéri nyár következő fellépője a Four For Dance együttes lesz augusztus 1-én. A 10 éves jubileumát ünneplő táncos csapat a tőlük megszokott humoros koreográfiákkal és sztárvendégekkel várja majd az érdeklődőket.